Hol volt? Hol nem? Kinte? Vagy bent? Régi rege, haj mit jelent? Im szólal az ének, ti néztek. Én nézlek. Szemünk pillás függönye fent, hol a színpad? Kinte? Vagy bent? Keserves és boldog, nevezetes dolgok az világként haddal tele, de nem abba halunk bele. Nézzük egymást. Hallgatunk, és csodálkozunk. Szemem pillás függönye fent. Tapsoljatok majd, ha lement. Régi vár. Régi már az mese, ki róla jár. Ti is, hallgassátok. Hogy miért nem iszom alkoholt? Erre a kérdésre rutinból azt felelem, hogy meg nincs rá szükségem. Hogy ez az én küldetésem, hogy mindig józan maradjak. Hogy megtanultam mások hibáiból, hogy jobb, ha mindig az maradok. De most... eljött az idő, hogy bevalljam... engem a kocsma nevet. Egy negyedik emeleti panellakásba születtem, közvetlenül a fáj poharazó mellé, és kell jobb idilli program, mint valahányszor, mikor hazajöttek valahonnan belüli családosra a kocsmába. Garázskocsma volt, de mi mindig a teraszon ültünk. Emlékszem, öcsémmel annyira kicsik voltunk, hogy soha nem tudtuk egyből inni az üdítőinket, ezért apának meg kellett őket melegítenie őket azokkal a nagy és mindig meleg lapáttenyereivel. Na, ebben a helyen egyszer felbukkant egy kislány. Egy kislány, akire nagyon irigylettem. Ott helyben kapott egy hercegnő szeped az apukáját, ami nem volt benne. Kis tiara, tütű, varázspálca, és ami nekem legjobban megmaradt, egy rózsaszín, műanyag, strasszköves papucs. Olyat akartam én, csak lilába, mert azt hiszem a lila jobban élik hozzám, mint a rózsaszín. Na szóval, akkor kezdhettem el azt a furcsa szokásomat, hogy összekötöm az embereket színekkel és számokkal. Van egy ilyen színes számrendszer a fejemben, amivel könnyebb megtanulni a dolgokat. Az egyes például sárga, nyulák és okos. A kettesnek már piros, nem is piros, inkább barna, végtelenül kedves és szimpatikus. A hármas meg zöld, szép élénk zöld, de közben aranyszürkén ragyog. A négyes lila kis halálcuki, tipikus álmodozó. Az ötös pedig kék. Haragosan, mint a tenger. Megérkeztünk. Jössz még utánam? Megyek! A hatos szürke. Kicsit barátságtalan, kicsit tartok tőle, de mégis van benne valami, nem is szürke, hanem inkább ezüst. Nyitva van még az ajtó! A hetes pedig tengerzöld.
Ez a leginkább olyan, mint én vagyok. Szokták is mondani, hogy a hetedik fel magad légy. Nincsen ablak? Nincsen erkély? Nincsen. Hiába is süt kint a nap? Hiába. Hideg marad? Sötét marad? Hideg, sötét. Milyen sötét a te várad? Vizes a fal. Sír a várad. Sír a várad? Hallottam egyszer egy reklámban a Life Network-ön, hogy 7 métert kell végigcsókolnunk, hogy megtaláljuk a hercegünket. Komolyan? Hetet? Mikor még egyet sem csókoltam meg? Na és mi van, ha ugyanazt a békát csókolom meg egymás után 7-szer? De fúj, mégis ki akarom megcsókolni egy békát. Amúgy mikor kicsi voltam, és valaki megkérdezte, hogy mi a kedvenc számom, akkor kapásból rávágtam, hogy a 7, és váltam, hogy megkérdezem miért. Miért jöttél hozzám? Ha nem kérdezte meg, hogy miért, akkor megkérdeztem én, hogy tudjál miért. Miért jöttél hozzám? Hát mert én törpe van a hófehérkében. Meg az is fura, hogy miután megtanultam járni, meg beszélni, meg minden ilyesmi, az egy első dolog, amit megtanultam, a világ 7 csodája volt. Na mondjuk már azokra sem emlékszem. Amúgy meg júliusban születtem. Csukott ajtókat látok. 7 csukott ajtót. Miért vannak az ajtók csukva? Hogy ne lássam bele senki. Nézd ki! Nekem nézd ki! Tényleg széttörök egyszer egy tükröt, és majd 7 év bal szerencseért. Meg szoktam olvasgatni a Bibliát, és az a Kránya hetes mindenhol ott van. Meg nem fura, hogy Voldemort épp 7 volt mutatott. Hetet egy csapásra, hetet hét országon is túl. Változás hetes ciklusokban zajlik le szervezetben. Okokat keresünk folyton, hogy miért, pedig a lényeg mindig a következmény. Például, bőrünk elszorosodott felső rétege, mint egy 7 nap alatt, hajkronánk viszont csak 7 év alatt újul meg teljesen. Egy közlemény, ami azt mondja a következő, te legyen. Körülbelül 7 hónapos korunk környékén nőnek ki első tejfogai. Igen. Amiket aztán 7 éves korunk környékén el is veszítünk. A lányok 2x7, azaz 14 éves koruk környékén válnak biológiai értelemben nővé. Mami! Ja, és 2x7, azaz 49... 7x7, azaz 49 éves koruktól várható, hogy bekövetkezik a nem kívánt klimax. Ó, mami! Mit látsz? Láncok, kések, izzó, nyáklak, szöges karuk! Félsz? A te várad vérzik! Max a tiéd! Kérdezte már valaki. Egyáltalán szeretnél? A sejtek aktivitása a hetedik X után kezd hirtelen csökkenni, és végül még egy apró érdekesség, az ember memóriája 7 különböző szót meg tud jegyezni egymás után. Szappan, toxoplazmózis, hajótörött, zongorabillentyű, jamaika, űrhajós, víztározó. Jamaika, hajótörött, víztározó, űrhajós... Víztározó, igen. Saját belehetőzésed, nézd, nézd, nézd!
Megmondjam, mi az élet? Az egész csak egy kibaszolt stressz! Kávécigi kombó durvább, mint a hasajtó. Erről persze nem beszél a sajtó. A tanározzas leszel, hogy folyton azzal tesztel, valamit kezdesz egy matek tesztel. Zsebre vágsz egy egyest, otthon megkapod a... vágod. Okolhatsz érte bármilyen lényt. Anyád! Apád! Ja! Az apád! Aki ragaszkodik hozzá, hogy elkísérjen téged az iskolai farsali bálba, hogy ott a többi gyerek és persze anyuka előtt megcsillogtathassa tánctudását. Szerve is van a figuráknak! Mint például a tapsolj, amikor akarsz! A random pointer! A robot! A rossz makkaréna! A siklókígyó! Óriás gitár! A stoppos! Tapsolj és rád! Ameddig a hátam szívja! Könyök faktori! Fogd, szájharapdálástól! Fogd és fogd! És végül a legyen, hozok egy sört! Nagyanyád! Nagyapád! Dédanyád! Édapád! Ükanyád! Édapád! Ükükanyád! Édapád! Ükükanyád! Édapád! Ükü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 k
Cseszel, lesz tudod a testet! Jól vagy, Tess? Nem! Melyik, melyik? Mit, melyik? Jó, jó, mindegy, hagyjuk. Add ide a többi kulcsot. Miért akarod? Minden ajtót ki kell nyitni. Nyithatsz, csukhatsz minden ajtót. Vigyázz a váromra. Vigyázz mirád. Szépen. Halkan fogom kinyitni. Gőzöm sincs, bakker. WTF, de lol. Eléggé bejön, amit csipogol. Mint alkonyod, Bella. Pont úgy lesek. Fénykardom nélkül köbben elveszek. Gőzöm sincs, bakker. WTF, de sweet, ha messengeren csak úgy random érsz. Mekkora flashmárma toppal leszek? Ilyen, de halok, nincs több üzenet. Gőzöm sincs, bakker. WTF, de sweet. Nincs ez a smiley, ami most leír. Annyira menő minden mondatod. Pont leszarom még, kinek mondhatod. Nem sincs bakker, de gáz, dőjön rám egy új építésű ház. Lehet lúzervok. Lehet csonthülye. Lehet szeret. Szia! Szia, Mizu! Semmi. Veled? Nem sok. Az jó. Mit csinálsz? Semmit. Veled beszélek. Aha. Azon kívül meg ülök. Jó. Jó, miért? Te mit csinálsz? Nem ugyanezt? De. Mindegy. Tudod, a múltkori beszélgetésünkön gondolkoztam, hogy a nyuszi vagy a csirke az aranyosabb, tudod? Hát megegyeztünk, hogy a csirke. Nem, de mindegy, nem az a része, hanem tudod, hogy milyen rossz lehet szappannak lenni, mert mindenki jön és megfogdos a macskos kezével. Igen, de ezt egyszer már megbeszéltük. Ja, igen. Ja, csak erőt ott eszembe, hogy ha a kara lábi, akkor a láb miért nem akar. Kara, kari,
Karai lába lábé. Na, de én meg azt akartam kérdezni, hogy ráérsz a hétvégén... De értem, csak nem értem. Hagyjuk! Jó, hagyjuk! Na! Itt vagy? Igen. Tudod, játszottam a Mortal Kombat X-el is, és megszereztem Inferno Scorpiont. Ő ilyen aranyszintű kártya, és hát nagyon király. De meg akarom szerezni Sub-Zero-t is, mert neked biztos tetszel. Mert szép kék. Pont, mint a szemed. Lehet loser vagyok, lehet csonthülye, lehet szeretlek, de please most belete. Itt vagyok, csak fürödtem! Ja, az jó! Tudod, én szoktam. Most haragszol? Nem, miért kéne? Mert ilyen vagy! Bocsi. Én bocsi. Amúgy egyszer végre megmutathatnád a játékot. A Mortal Kombat játékot. Jaj, persze. Mert egyszer átjössz, és akkor játszunk így együtt. A játékommal. A Mortal Kombat játékommal. Látni fogsz, de sose kérdez. Akármit látsz, sose kérdez. Hogy színházba többet nem, abban egészen biztos voltam. Annak ellenére is, hogy ez az álmom, hogy színész. Először a Pán Péteren ájultam el a Nemzetiben. A második felvonás, mint hogyha operálnának, mint hogyha székével moccongolnák a testemet cufotokra. Persze érzéstelenítés nélkül. Aztán jött még ráadásul két a kötelező gimnáziumi program Tóti. Ott már az elején, már a függőpegőülésétől, mint a reflexként, beugrott az érzés, az operáció, az éles kések, a könyörtelen kaszapolás. Nekem színházba menni az olyan, mint egy önkínzás, vagy egy cirkuszi mutatvány, mintha üvegcserepekre fektetnének mesztelen. Nem megyek. De gyere! Nem, nem akarok. De a kedvemért. De... Tök jó lesz. Na, na, az én kedvemért. Jó a kedvemért. Az Alkotmány utcai 20 megállóban ültünk, ez egy olyan magyarázat, hogy játszik benne a rékasikat, aki a legnagyobb számú, nem csak Magyarországon, hanem az egész világon. Még a Pikai Gerda is hozzám ment feleségül, pedig az francia csaj. Francia? Pedig én mindig azt hittem, hogy cseh. Dehogyis. Na jó, formam meg olyan, mintha német lenne, nem? Na pedig az meg cseh. Nem lehet eligazodni ezeken a neveken. Hát nem. Akkor megyünk? Jaj. Akkor menjünk. Jössz már? Jaj, csak egy pillanat. Na hát, mondjuk jegyünk az éppenséggel nem volt. Csak a lánynak volt ez a mély
és őszinte, kifejező tekintete, ami azt fejezte ki, hogy ő mennyire igazán mindenek felett látni akarja a Hamletet, amit a Rékasi Karcsi játszik. És ez a tekintet, ez többet ért, mint egy jegy. Úgyhogy beül. Én meg gyerekkorom óta nem tudok állni. Nincs itt egy szavak. Na, milyen az előadás? Nagyon jó. A Rékasi Karcsi nagyon jó. Még soha nem volt ilyen jó. Amúgy ezen nem lettem első áldozó. Hát már erről nem tudok elni. De meg úgy volt hozzá közel, hogy mire rám került volna a sor, addigra a Sekresti már lettem áldozó. De hallod, milyen hosszú még? Még három felvonás. Három olyan kurva hosszú? Hogy veszem? Igen, hosszú volt. Na jó, nem, én nem megyek többet színházba. Mondtam utána a következő lánynak. Meg figyelj, én láttam a Rékasi Karcsit a Hamletből. Tényleg? Igen. Hát, az nagyon nagy dolog. Az bizony. Mert van ez az agyaktázák üzenete a táliában, és az azért annyira nem jó. Ne, nem kellem. Na és milyen volt? Mármint, hogy a mi? A Rékasi Karcsi. A Hamletban. Ja, hát... Farmerban játszott a... Farmerban! Azt meg merte csinálni! Meg! Sőt, még gitározott! Gitározott a Rékasi Karcsi! Igen, a nagy monológot, hát ezt gitárolta ott a Ray Badaim! A Rékasi Karcsi, a Tom Cruise és az Orlando Bloom szinkronhangja egy Farmerban gitározott a Hamletban a nagy monológ közben! Na hát ezzel a lányjal, ezzel nem kellett színházba menni. Úgy mentek köztünk a dolgok, hogy hát mesélhetnék végig, de jött a következő lány. Na de figyelj! Én láttam a Rékasi Karcsit a Hamletban. Ki az a Rékasi Karcsi? Ja, hát ő egy magyar. És még élő színész. És Farmer! Farmerban játszott a Hamletban! Manapság már mindent el lehet Farmerban játszani. Még ne gyere nekem ilyen régi módi dolgokkal, mert az összes ilyen nosztalgikus dologtól iszonyodom. Gitár? De akkor itt mérlegre tettem, hogy vagy a színház, vagy bukik a lány. Mert ez a csaj, ez úgy működik, mint egy távirányító. Csak elemmel működik, és neki az elem a színházba. Először a 39 lépcsőfokot néztük meg. A cím szerepet egy országos hírű színész játszotta. Mi? Azt játszotta, hogy 39 lépcső. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Az országos hírű színész tényleg szörnyű színpadi viselkedésére csak a közönség volt még rosszabb, mert ide visítottak egyenesen bele a fülembe végig. Az országos hírű színész meg nagyon büszke volt magára, hogy mekkora nagy ember, na én elkezdtem úgy tölöngélni, mint az előttemről, hogy ne lássam. Sőt, még a fülemet is befogta, hogy ne is hallhassam. 36, 37, 38, 39. Másnap, hogy fokozzuk az élvezetet, egy komédiát néztünk. A rendező és a színészek vidámságot akartak. Amikor egy nő lehajolt a színpadon, ott. Akkor egy férfi mindig, tényleg mindig elment mögötte a ritmikus mozdulatokat lejátsza a felekének, illetve meghágás ritmikus mozdulatait, és ezen a közönség kacagott! És kacagott! Én meg úgy ültem ott, mint aki aznap veszítette el a szüleit autóval esetben. Hogy te milyen prűd vagy! Meg hogy lehet ilyen személy, hogy... Itt ülünk a harmadik sorban, és akkor nem nevetsz. Szerinted ez hogy esik a színésznek, hogy látja, hogy ott ülsz a harmadik sorban, és akkor nem nevetsz? Na jó. Figyelj. Elviszlek egy olyanra, amit te szeretsz. Mi a kedvenced? Az Euripidésztől a Méda. Na hát.
Pont játsszák. Tényleg? Tényleg? De jó. Húha, kedvencem, végre azt kapom, amire igazán vágyom. A legjobbat. Na ez az este. Ez egy igazi tragédia volt. Láttam, ahogy Euripidész szövege a színház martalékává válik. Ott hullottak darabjaikra a szavak és mondatok előttem. Szar. Mi? Szar volt! Én nem megyek veled többet színházba. És akkor hogy leszel színész? Nem leszek, majd elvállalok valami hülye turorudis reklámszerepet. Hát... Én jót akartam neked, de... Gondolom, holnap akkor már mással próbálkozol, nem? Valakivel, aki nem színházba cipel, hanem hetente háromszor ágyba nyomhatod. Egyedül baktattam haza. Örültem, hogy végleg lemondtam a színházról. És nem emlékeztem már a lányra. Arra se, hogy egy volt-e, vagy három. Szólt a szikla. Nem emlékeztem a Rékasi Karcsira se, csak hogy Hamlet meg Farmer nadrág. Szólt a szikla. Csak felejteni akartam. Szólt a szikla, rejtőzködnöm nem lehet. Minden virág neked bukva. Te fakasztod. Te hervasztod. Szebben újra te sarjasztod.
Kijönt összekertett földjét. Kijönt összekertett földjét. Ki jönt összekertett földjét? Ki? Ki öntöztekerted földjét? Ki? Ki öntöztekerted földjét? Ki öntöztekerted földjét? Ki öntöztekerted földjét? Ki? Ki öntöztek? Szeres! Sose kérlek! Nem szándékom, hogy kérjelek hajóra! Felselő szomjat kelteni hajóra, ezért jöttem! Fogadom, hogy bántani mindig igazságtalan legyek! Nem szándékom, hogy kérjelek, és hívjalak! Fogadom! Hogy úgy ütlek meg fájna erősen! Választhatsz köztem és kínod között, és a kínod választani gyáva vagy! Igen, gyáva! Fogadom, hogy sorsod plüssébe rajszöget sem! Nem szándékom, hogy kérjelek és hívjalak! Fogadom, hogy csúnyán hagylak majd el! Lépés sem teszek, érted! Fogadom, hogy gyűlölni foglak! Magad kívánsz jönni hozzám! Kicsiny vagyok, mint a porszem! Kicsiny vagyok, mint a porszem. És nem fogadom, hogy... hogy iszonyúan szeretlek. Csak szeretlek. Adok neked még egy kulcsot. Adok neked még egy kulcsot. Nyissuk ki az ötödik ajtót. Lásd! Ez az én birodalmam. Szép és nagy a te országod. Ez most már mind a tiéd. Itt lakik a hajnal. Itt lakik az alkony. Nap, hold és a csillagok. Mm-hmm.
és a felhő messze száll. Nézd! Tündököl a váram. Áldott kezed ezt művelte. Gyere, tedd szívemre! Két ajtó csukva van még. Akkor adok neked még egy kulcsot. A legrosszabb a hallgatás. A talán, a hagyja, menj el, de közben maradj. A várakozás, a hiú remény. Hogy minden, ami neked fáj, az az enyém. A most ne, az összeszorított fogsor. Az újrakezdeném, de nem tudom, hogy hol. A száraz hányinger. A félelem. Hogy te vagy minden kételyem. A dac. Aki nem mondott, szeretlek. Hogy már nem öröm, mert kinnal nevetek. A veled nem megy. A nélküled fáj. Hogy a te kalitkádban vagyok, csak szabad madár. Magány veled. A magány nélküled. A hullámokban elöntő jéghideg rémület. Milyen víz ez, kék szakállú? Könnyek. Milyen néma? Mozdulatlan. Könnyek. Sima, fehér. Tiszta, fehér. Miért jöttél hozzám? Miért jöttél hozzám? Mert... hét törpe van a hófehérkében. Az utolsót nem nyitom ki. Nagyon szeretsz, készapál. Te vagy a várom fényessége. Mondd el nekem. Kit szeretél én előttem? Csókolj, sose kérdezz! Mondd el nekem! Hogy szeretted? Szebb vagy, mint én? Máshogy, mint én? Szeress, sose kérdezz! Mondd el!
Sose kérdez! Nyisd ki a hetedik ajtót! Tudni akarom már, add ide a hetedik kulcsot! Tessék, fogja! Itt a hetedik kulcs. Akkor lásd, akiket én szeretem. Hajnalban az elsőt leltem. Piros, szagos szép hajnalban. Szebb nálam. Dúsabb nálam. Másodikat délben leltem. Néma égő aranyban. Szebb nálam. Dúsabb nálam. Harmadikat este leltem. Békés, bágyat barna. Igen, szépen. Én kopott vagyok. Negyediket. Éjjel leltem. Hallgass, állj meg! Csillagos, fekete. Hallgass, itt vagyok még! Fehér arcot fényel sütött. Barna hajat felhőt hajtott. Tiéd lesz már mindenit. Nem kell! Tiéd csillagos palács. Vedd le! Tiéd gyémánt korona. Nem kell! Tiéd legdrágább kincs. Nem kell! Szép vagy. Te voltál a legszebb. Rejtőzködnöm nem lehet. Rejtőzködnöm nem lehet. Elmentem a kősziklához, ráhullattam könnyemet. Szólt a szikla, soha el nem rejtelek. Úszolt a szikla, soha el nem rejtelek. Rejtőzködnöm nem lehet. Szólt a szikla, megindulok, eltiporlak, tágulj tőlem, megindulok, eltiporlak, tágulj tőlem. Szólt a szikla. Rejtőzködnöm nem lehet. Elmentem a kősziklához, hogy elrejtsem képemet. Szólt a szikla. Én is égek, szenvedek. Szólt a szikla, én is égek, szenvedek. Rejtőzködnöm nem lehet. Szólt a szikla. Én is égek. Én is mennybe mennék, mint te. Én is égek, én is mennybe mennék, mint te. Szólt a szikla. Rejtőzködnöm nem lehet. És mindig éjjel.